Iskolakezdési támogatást adnak át a Rákóczi Szövetség képviselői a kárpátaljai Aknasz Latinán. A civil szervezet a Felvidéken már évek óta működő programját az asszimilációval leginkább fenyegetett kárpátaljai Felső-Tisza vidékre is kiterjesztette. Azok a szülők, akik magyar iskolába iratják gyermekeiket, 10.000 forintos ösztöndíjban részesülnek. Fogad szeretettel ösztöndíjat, és sok sikert kívánok! A Tisza jobb partján a romániai Máramaros-szigettel átellenben fekvő Aknasz Latinán idén 17 elsős ült be az iskolapadokba, a Bolyai János középiskolában. Ilyen nagy létszámú első osztályra már hosszú évek óta nem volt példa. Nekem a 4 gyerek így járt iskolába, most a lányom ott is ide otthon be, és hiába román nemzetségi volt, és bevégezte, hál' az Istennek, a 11. osztályjal normálisan befejezte, és sporttól is, az iskolától is, és több eredményt elért volna, elért itt el, mint elért volna más iskolákba. És úgy szeretem, hogy az én anyanyelvemet, a magyar nyelvet, hogy folytassák a gyermekeim is. A nagyközség közel 9000 lakosának egyharmada magyar, a fele román nemzetiségű, az ukránok kisebbségben vannak a településen. Aknasz Latinán gyakori a vegyes házasság, ezért a mostani elsősök közül néhányan még nem beszélik, de már értik a magyar nyelvet. 4-est is leírod, és aztán kezed a padomon, hogy lássam, hogy készen vagy, mert akkor figyelned kell. Ha nem is a beiskolázási ösztöndíj volt a döntő érv amellett, hogy a szülők a magyar iskolát választották, a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben rendkívül nagy segítséget jelent a gyerekenkénti 10.000 forint. Ez az összeg körülbelül 800 rivnyának, vagyis félhavi fizetésnek felel meg Kárpátalján. Itt nagyon sok olyan szempont van, ami a szülőket vagy az ukrán iskola, vagy éppen a magyar iskola felé irányítja. És hát ebben kell minél több olyan impulzust adni a családoknak, azokat a zsigerekben hordozott félelmeket esetleg leküzdeni, és átértékelni azokat a rossz beidegződéseket, hogy Kárpátalján, Ukrajnában csak az ukrán nyelvű iskolában lehet érvényesülni. Pont az ellenkezőjét mondjuk, vagyis azt, hogy aki magyar iskolába jár, annak egy nagyobb kapcsolatrendszere van lehetősége. Annak két kultúrára, két nyelv megismerésére van lehetősége. Ezért is fontos az iskola szerepe a nemzettudat ápolásában. Elmondjuk azoknak a gyerekeknek is legalább egyszer naponta azt, hogy szeretlek, fontos vagy, szükség van rád, mert te is egy láncszem vagy, amely nélkül ez a kis szűk közösség, ha te nem leszel, akkor gyengébb lesz, és az is lehet, hogy megszakad. És nagyon sok olyan gyermek van, aki azért is szeret iskolába jönni, mert itt tényleg, hogy meg van dicsérve. A Bolyai János középiskola 11. évfolyamán összesen 147 gyerek tanul magyar nyelven. Az első osztály elindítása minden évben komoly kihívás elé állítja a tantestületet. Tulajdonképpen, hogyha egy áldott állapotban levő nőt látunk, már azt is elkezdjük hódítani, hogy a gyereket ideadja majd a jövőbe, meg csináltunk olyat, hogy összeírtuk a születendő gyerekeket, és hogyha vegyes házasságból van, tehát magyar és ukrán, vagy magyar és román, akkor próbálunk már ebben valahogy munkálkodni. Az oldalával felvesszük így a kapcsolatot, hogy a gyereket ideadják. A súlyos politikai és gazdasági válságot átélő Ukrajnában bizakodásra ad okot, hogy az utóbbi két évben emelkedett a magyar iskolába beiratott elsősök száma. Nagy reményekkel indulunk ennek az évnek, hiszen a Técsői Magyar Iskolába két magyar csoport indult, két magyar osztály, a Huszti Magyar Iskolába 16 elsős van, tehát ez az eddigi legnagyobb osztálynak mondható a Huszton. Igen, nagyban számít az, hogy a magyar állam segít. A Rákóczi Szövetség beiratkozási programjában idén 6 felső-tisza vidéki településen, Huszton, Bisken, Técsőn, Aknasz Latinán, Rahón és Körösmezőn összesen 123 elsős kapott iskolakezdési ösztöndíjat, amellyel a magyar civil társadalom és a magyarországi önkormányzatok fejezték ki szolidaritásukat és elismerésüket. Foci meccs az összefogás jegyében. Utolsó riportunkban az anyaországi Nagymaros és a felvidéki Kürt hagyományteremtő rendezvényére látogatunk.